Folyik az izzadság a tarkómon, a tárkámon. Most fürödtem, aztán így fürdés közben jöttem. Jött a gondolat, így derült égből villámcsapásként, hogy miért is ne? Ne csak ígérgessem az ilyen random live-okat, hanem akkor csináljam is, nem? Úgyhogy íme. Remélem, hogy nem lesz túl rossz, mert késő éjszaka van. 3:11. Ilyenkor kell élőadást nyomatni, nem? Az emberek ilyenkor a legkipihentebbek. Júj. Nem túl hangos ez nékem? Várj egy kicsit. Egy pillanat. Picit visszaveszem. Ja. Jól van, gyákak. Szóval, jó az besz. Discordon majd... Megdumáljuk. Na. Szóval, azon gondolkodtam egyébként, Speci, mit szólnál hozzá, hogyha felvennék a kapcsolatot Bloatoiddal? Hogy egy kicsit gyorsítsuk már meg a Duke Nukem kiegészítőt, mert olyan rohadt lassan halad az egész. Vagy hát, hogyha azt mondja, hogy összedob legalább egy pályát, mert azzal is előrébb lennénk. Aztán majd én is belehúzok most már. Na jó, térjünk át a játékra. Most egy kicsit halkabban kell azért beszélnem, mert mégiscsak már icaka van. Szóval elvégeztem egyébként az összes mellékküldetést, úgyhogy leszállítottam a pondrókat. Hát összesen 9 darabot találtam belőle. Egyszerűen sehol nem találtam a 10-et. És úgy lehetett megcsinálni, hogy a játék mentés könyvtárából a Caves 34 mapot kellett kitörölni. És akkor, hogyha betöltötted azt a mentést, akkor az a terület resetálódott, és ismét kifoszthattam a még királynőt, és akkor úgy már volt bőven pondrom. Azt leszállítottam a temetőbe, és akkor kaptam egy ilyen flaskát, ilyen dobó flaskát, igazából nem egy rossz fegyver, de mivel hogy a dobó fegyverekre nem specializálódtam, így nem használom, akkor leszállítottam a fanedvet is, megkaptam a nyitó kombinációját egy ládának, úgyhogy gyakorlatilag minden megvan. Na most, ami küldetés még itt hátra van, hát ugye itt azt írja, hogy szerezzem meg ugye az összes, mind a 4 goblin kulcsot, hogy beléphessek a goblin citadellába. Hát kérem, tisztelettel itt van mind a 4. Akkor vigyem a Crux of Ages-t be a Bastion Spire-be. Ami ugye a goblin citadellába belül található portálon keresztül oldható meg. Na most a Crux of Ages, ugye ez az a drága kő, amit elloptak. Ez a föld alatti teremtmények állítólag ellopták. Na most ez a birtokomba került. Ez a Crux of Ages. Ez egy ilyen mágikus drágakő. És kiderült, amikor elmentem ebbe a megőrzőbe, hát amit korábban banknak neveztem, de jobb lett volna megőrzőhelynek titulálni. Szóval ott a harmadik levélben végül is ki lett fejtve az, hogy tulajdonképpen az összes levelet, amit eddig ugye nekünk címeztek, azt mi saját magunknak írtuk, csak a korábbi énünk, ugyanis egy memória kitörlő szérumot vettünk be, annak érdekében, hogy a goblin sámán az emlékeinken keresztül ne tudja megfejteni azt, hogy hol van elrejtve a Crux of Ages. És ezért törölni kellett az emlékeinket, de ilyen kis közvetett nyomok révén végül mégiscsak eljutottunk oda, hogy megszerezzük a Crux of Ages-t. És hát ez a legfőbb fegyverünk ugye a sámánnal szemben majd, hogyha eljutunk oda. És akkor mi van még itt? Ja, meg hát ugye volt az a barátságos goblin, az a méh királynőnek a barlangjában, és ő mondta, hogy a citadellán belül van egy láda, amit 66-ra, hogyha beállítom a kódját, akkor kinyílik, és valami baszó fegyver van benne. Na, tehát én úgy gondolom, hogy itt már nagyon a végén vagyunk egyébként. Felhúztam a karaktert 20-as szintre. Gyakorlatilag, hogyha a Nimbleness mágiát megidézem magamra, akkor nagyjából 99% az esély, hogy eltalálom az ellenfelet, szóval baszó karakter. És szerintem akkor itt az éjszakába nyúlóan vigyük végig ezt a fantasztikus játékot.
ameddig ráértek, aztán legfeljebb elmentek csicsikálni, és majd visszanézitek. Hát, hogyha nagyon hosszúra nyúlna, akkor lehet, hogy én is majd csicsikálok, és akkor lesz még egy rész, de elméletileg már most a végén vagyunk. Remélem, hogy most erre elmegyek, akkor itt mi van? Yes. Igen, ugyanazt írja, amit korábban, hogy itt nincs már semmi, fordulja visszafele. Jaj, na, amúgy, jó, mi az ott? Na figyeljél, Bless varázslat, Nimbleness, ez azt jelenti, hogy a To Hit Ability az 36, hát ez rohadt nagy, figyeljél. Ja, a találati esély 98%, az, hogy engem meg eltalál, az 62%. Gyakorlatilag majdnem minden ütésem talál. Senki nem állíthat meg. I will crush you. Nem is hittem volna, hogy hatan leszünk. Icaka. Szóval, ez persze, hogyha még itt vagy, mit gondolsz erről a blowout-oidos dologról? Mert végül is tök mindegy igazából, hogy most milyen módon rakjuk össze ezt a kiegészítőt, szóval ez úgysem... Tehát itt végül is, érted, na, mit mondok, érted már? Nagyon álmos vagyok, hát az a helyzet, hogy három borbon után nagyon álmos vagyok. Hát, nyugodtan aludjál, vagy így félszemben, nem muszáj nézni, csak hallgassad. De akkor se haragszok meg, hogyha alszol egy jót, aztán majd visszanézed. Itt vagyok, hát nem tudom, mennyire működne közre. Hát igen, meg kell kérdezni. Lehet, hogy... Jújjúj! Lehet, hogy egyből azt mondaná, hogy á, a Duke Nukemhez ő nem ért, ő csak a Bloodhoz ért. Vagy lehet azt mondja, hogy hát már megmondta. Hát csak egy ötlet volt egyébként, nem biztos, hogy ez tényleg jó ötlet. Az első lépés... Nem nézek vissza streamet soha. Az első lépés a guminő felé. Úgy van, hogy streamet visszanéz, koffeinmentes kávé, cukormentes csoki, alkoholmentes sör, guminő. Nem is tudtam, hogy ez így működik, de köszönöm, hogy felvilágosítottál. Na ezért nem kezdtem el sörözni. A konzisztenciát próbálom leszűrni. Ma kezd besötétedni. De amúgy is egy kicsit már itt van a bejárat szerintem. És most elméletileg meg fognak jelenni az óriások is, mert ugye segítettünk nekik. És ez bizony azt jelenti, hogy ők segítenek majd nékünk. Na akkor itt most mindjárt ledülök. What a hell? Oh, gyertek. Come on. Gyere csak ide. Ha, el akartál menekülni? A végzeted elől nem menekülhetsz. Kecse. Na, aludjunk. Van a készlet, ügyileg feltöltődjünk. Hát végül is itt már úgyis a végén vagyunk, nyomjunk be itókát. Így bizony, jó az úgy. Hát, ma én sem söröztem. Hát én ma igazából kóláztam, bevallom.
töredelmesen. Szígyen teljes dolgot műveltem. De úgy mondom, mint hogy heroinoztam volna, mi? Idő azt sajnálom, hogy a sherry kókot azt kivonták a forgalomból. Bármint a hagyományos, normálisat, a cukrosat. Na csak azt a cukormentes szart lehet kapni. De az meg köpedelem. Fúj, egyszer próbáltam, de... Na nézzük. Itt nem most nincs semmi. Abban közeledünk most már a bejárathoz. Ott a rajongó táborom, ott van, nézd meg. Hát... Na jó. Alig volt. Játék elején egy ilyen találkozás, az halállal egyenlő. Itt még meg se kottyan. Észre se veszem. Mik vannak itt? Ah, no. Buying and selling. Ezt már szerintem olvastuk. Ja. Jó, hát itt már most tök mindegy. A végén vagyunk úgyis. Egy hét alatt átszoksz. Én szerintem semmi baj nincs vele. Én csak cukormenteset iszom. Hát azért nem vagy kövér. Úgy könnyű. Csak itt egy hulla. Unknown. Hát jó, ezt azonosítsuk be. Igen, ez Demon Oil 3. Hát, vagy lehet, hogy kipróbálom. Vagy majd megmutatom, kicserélem akkor most erre. Az így akkor az itt marad. És akkor most hogy van? Várja. Igen, most a kalapácson beaktiválva. Hogy ezt hogy lehet? A shift-tel kell egyébként eldobni, tehát shift, és akkor egy adott céltárgyra rá lehet dobni. Tehát most például akkor bemutatom, tehát arra. Várja. Ja, hülye vagyok. Így. És akkor ez néhány körön keresztül ég és sebez. Ugye minél nagyobb a Demon Oil-nak a számozása, annál nagyobbat sebez, és annál tovább. Na, úgyhogy akkor menjünk, nézzük még meg, hogy itt erre mi van. Valószínűleg semmi értelme itt kolbászolni, de nem baj, végezzünk teljes munkát. Hát, egyébként mostanában nem szoktam túl gyakran inni ilyen cukros lötyiket, mert hát ugye fogyni próbálok és edzőterembe járok, meg minden ilyesmi. De úgy vagyok vele, hogy amikor mégis iszok ilyesmit, akkor az legyen cukros. Tehát akkor élvezzem ki a dolgokat. Úgyhogy mindig van a hűtőszekrényemben 6 darab ilyen 33 deciliteres kis kóla. Meg 6 darab csoki, ilyen kis pici tábla csoki. Ilyen kinder. Aztán, amikor így nagyon senyvedek már, akkor abból egyet így kiveszek. De hát sokszor úgy van egyébként, hogy néhány hétig úgy megállom, oké. Fúck. Aztán utána így kizabálom a hűtőszekrény. Ez a baj. Egyébként a találati pontosságért a dexterity felelős. Tehát igazából ezt kell minél előbb felhúzni, hogyha harcos karaktert akarunk. De furcsa módon a sebzés az nem annyira az erőtől függ, hanem a speedtől, a gyorsaságtól. Ezt nem is értem, hogy ezt miért itt csinálták. Lehet, hogy a másik részben már nem így van. Értem, Oszi. Hát, igen. Az élet bölcs gondolatai. Mi ez? Heavy cloak. Hát, hogyha még egyszer civilizált területen leszünk, akkor el tudom ezeket adni, de különösebben itt már nem annyira lényeges. Mert most a világot fogjuk megmenteni Ithaca 11 órakor. 2018. 9. 21-én.
Ja, most hallottam egyébként híreket az MK-11-jel kapcsolatban, hogy lehet, hogy az a információ mégsem fals teljes mértékben. Tehát az a leak. Tehát most valami ilyesmit magyaráztak a neten, hogy azért nem az E3-on mutatták be az MK-11-et, mert még tele volt buggal. Tehát nagyon bugos alfa verzió volt, és hát azt meg nem akarták bemutatni nyilván. Úgyhogy egyesek szerint most november valahanyadikán lesz egy ilyen játékkonferencia, és ott elég jó esély van rá, hogy végre hallunk valamit felőle. Hát kíváncsi vagyok. Na, elméletileg itt van a bejárat. Nagyon remélem. És akkor itt nyomunk is mindjárt egy mentést. Legyen itt a bejárat. Halló, halló, legyen itt. Gyerünk. Na, itt volt az előbb, nem? Yes. Na, akkor itt nyomok egy nagy mentést, mert most mindjárt elszabadul a pokol. Szerintem. Akkor ezt meg is isszuk így. És akkor felkészültetek. Azt mondja, hogy this is the entrance to the Goblin Citadel. Ez a bejárat a Goblin Citadellába. Nagyon kevés ember látta meg, hogy mi van ezen sötét falak mögött. És azok, akik meglátták, soha nem tértek vissza, hogy elmesélhessék. Innen északkeletre a Citadella magaslik, mint egy hatalmas fekete monolit a sivatagi égbolton ellenében. Igen, rengeteg goblin portyázik a belső udvaron. Ilyen, hát ilyen gyorsan összerakott barikádokat építettek, és az védi ugye az íjászokat, és a, hát ez a hackers, ez a, akik ugye közelharcosok. Igen, és bárki, aki belép, azt lemészárolják, mint a disznót. Igen, rájössz arra, hogy ha belépsz, akkor a pokol el fog szabadulni. Egyetlen remény az, hogy Omar tartja a szavát, megtartja a szavát, és óriásokat küld a segítségedért, segítségedre. Hello, Black Raven! Na hát akkor már csak valami metal zene hiányzik. Shit! Na várja. Akkor itt gyakorlatilag... Oké, ez itt, igen. Ja, hogy ott... Jó. Jó, akkor átváltok. Lehet, hogy mégiscsak... De tudod mit? Eldobálom én ezeket. Úgy bizony. Hú-hú! Gyákák, mi történik itt? Mi történik itt? Az ilyet ezt vissza is rakom. Úgyni. És akkor... Let's dance! Haste! Wow, wow. Senki nem állíthat meg. Okay. Szóval megnézzük ezt a hordót, nincs benne semmi. Milyen messziről lecsaptam. Wow.
Gyerünk, homár. Ne légy, homár. Hát mi az ott? Valamit elejtett. Nyilvesszők. Nézzünk körbe-körbe. A belső udvaron. Ó, hello. Én a helyetekben futnék. Oszi bácsi streamel. How is this? Heavy armor. I don't need it. Ami van itt fent? Well, mi van itt? Erdő van itt nektek? Anyád! Megsújtottad a lapockámat. Úr, milyen kardok vannak itt? He. Ez például mi? Steel Claymore. Fú, ilyen legendás fegyvereket lehet találni, gyerekek. Igen, most mindenki tolja be a Duke Nukem Team Songot, és mehet a szurkolás. Igen. Hát eddig gond nélkül csináltuk a dolgokat. Jó, hát 20-as szinten igazából megfelelő felszereléssel nem olyan nehéz ez. Úgyhogy már kezd sötétedni. De úgyis már mindjárt bent vagyunk. Hogy itt el lehet aludni? De csatatér közepén. Jó nagy állat vagyok, mi? Ja, heavy metal muzsikára alszunk. Yeah! Átjövünk ide. Mi van itt? Igen, ez a kis nyúlfarknyi rész. Dodge plusz 6, Dexterity plusz 2. Igen, hát szuper, ezek már ilyen nagyon jó tárgyak. Nyilván minél magasabb szintűek vagyunk, annál jobb droppokat ad. Scroll of Bless. Igen, ez a Bless varázslat, ez jó, meg a Nimbleness. A Nimbleness egy picit drága, meg magasabb Divination is kell hozzá. Jó, így ső. Hát igen, ezek így alapjáraton sem jelentenek kihívást. Egyébként az a vicces, hogy a Crux of Ages-t is ki lehet dobni az inventory-ból. Csak az a baj, hogy ha kidobsz valamit, akkor az örökre elvész. Viszont ha ezt megteszed, akkor a játék abszolút nem mond semmit, hogy te állat, mit csináltál. Akkor nem tudod végigvinni, ez kész. Ez már nagyon durván hardcore. Még a Morrowind sem volt ennyire hardcore, még azért az is felhívta a figyelmet, hogy te állat. Hát mit csináltál, te állat? Itt a végén már tök mindegy, mennyi aranyat szedünk össze. Hát, azt hiszem, hogy ideje akkor bemenni, ha nyomok egy mentést. 84-85. Na, lássuk. Lássuk a medvét. Ide az óriások ma nem követnek. A citadellán belül a levegő eléggé stagnál. Tehát, hogy áll a levegő, és... hát ilyen... goblin illat terjeng mindenhol. Ilyen tekervényes folyosók. Azt mondja, hogy senseless and improvised matter of life. Igen, tehát egy olyan agyatlan építészeti struktúrát vélünk felfedezni. Igen, szóval valószínűleg minden egyes árnyékban veszély somfordál, úgyhogy nagyon, nagyon észnél kell lenni. Igen, szóval a goblinok rájöttek, hogy a citadella támadás alatt van, és hirtelen minden kaput lezártak.
Na, hát akkor meg vagyunk lőve mi. Akkor mehetünk is haza. Próbáljuk akkor itt felfedezni a dolgokat. What is this? Mi van ide írva? Olvashatatlan a szöveg. Egy valami kép van rajta. Egy ilyen láng-szerű valami. Aha. Igen. Hát. Júj, várjál csak. Hú-hú. Gyálkák, robbanás út. Na gyere, gyere köcs. Ennyit rólad. Lehet hallani a játékot amúgy? Ennyi? Ennyi volt? Jó. Na, itt átrobbant valami. Szóval így be tudtunk jutni. Bejutottunk. Valamit itt hallok. Mindegy, semmi nem állíthat meg. Áhaha. Jó öreg barátaink. A pókok. Paukica. Hol van? Itt van. Próbált elbújni. Nem fog sikerülni, kecsék. Igen, elég össze-vissza van itt minden. Rengeteg emberi holttest van itt, szana szét. Néhány közülük már nagyon régóta. Mindet a falhoz láncolták és megkínozták. Ki tudja miért, milyen okból kifolyólag. Mi? Ne járjunk így, gyerekek! Ne járjunk így, nem akarok így járni! Gyere, köcső! Folyó! 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 Yeah! That's it! Na, itt le lehet menni egyébként? Hogy mi ez itt? Egy lyuk? De valami van! Fegyver raktál? Ó, Steel Gladius! Hatalhat. Hoppá! 400 tapasztalati pont. School Splitted, Bludgeoning Weapon. Ez még egy fokkal jobb, mint a mostani. A mostani ez 8-as sebzése van, ennek meg 9-es. Gondolom, hogy itt a játék egy olyan fegyvert dob be automatikusan, amiben a legmagasabb a képzettségi szinted. Gyanítom. Tehát ez gyakorlatilag a legjobb zúzó fegyver, ami elérhető a játékban. Ez miért nem nyílik? Na mindegy, majd valahogy megkerüljük. Hú, és 7-en vannak. Hú, ott bent valamit látok. Ajjaj. Nyomok egy mentést inkább. Egy befejezetlen ásatási terület van, nem fejezték be a folyosónak a tovább kibányászását, a tovább építését. Azt mondja, hogy mit ír? Igen, ennek a szobának a közepén egy hatalmas nagy aranyszobor van, egy démoni aranyszobor. A talajt vér borítja, különböző emberi holttestek vannak a körülötte. Lehet, hogy valami áldozati oltár. Nézzük meg közelebbről. Furcsa írás van a szobor karjára pingálva. Mivel, hogy elég bölcs vagyok, ezért kiálltam a próbát. És nem lettem megátkozva. Jó.
valami goblin istenség lehet. Nem baj. Baj? What the hell? Light armor, survival, closet. A survival az nem tudom egész pontosan mit jelent amúgy. Minden szírszart felveszek, mert miért ne? Jó, tehát akkor a szobrot azt hagyjuk békén. Az a lényeg. Bimbón lőttél, mi? Mit látnak szembe? Én egy goblint. Zuty! És puty! Ha! Mi ez itt? Egy kincses láda. Azt mondja, hogy evil amulet, light bracers. Nem, no, semmi értelme nincs már ezeket itt felvenni. Oh my god! Tehát a nimbulna ezt, azt nyomjuk csak be. Na gyere csak, gyere csak! Hújúj, látom, látom a veszélyt. Oké. Na, kedvenc buzogányunk. Oranyos hangja van. Na, itt vajon, hogyha erre elmegyünk, akkor itt mi található? Kincses ládajcs. Ó, csapda. Na várj, akkor itt felveszem a csorakesztyűt, a School Daggery képesség miatt. Így ma 51% az esély, hát ez már elég jó. Hoho! Gondolom a másik oldalon is van csapda. Hogy tudtam, mi? Yes! Jó, köszönöm szépen. Akkor így. Remélem, hogy itt már nincs csapda. És nincs benne semmi. Nem is örök gonoszság. Hát ez nagy, nem is örök galátság. Hát egyszerűen megáll az ész. Ebből a segből valaki néz. Na, ez valamit talán kinyitott. Ó, látjátok ezt? Ez egy csapda. Hogyha nem húztam volna meg azt a kart, bár lehet, hogy pont most ezzel fogom megölni magam. Nem. Ha nem húztam volna meg ezt a kart, és úgy lépek rá, akkor rázáródik a nyakamra. És akkor megdöglünk. Ejjjjjjjj. Igen, itt most megint ez a trükk. Így. Ez nagyon gonosz. Egy dolog. Na mennyi van még? Gyertek! Meghamikáljátok ezt a szuper jó fegyvert, ami a kezemben van. Betolom az orcátokba. Semmi. Meg se kottyan. Na hát ezt nem veszem fel. Megmérgeződtünk, nem számít. Come on. Na, méregtelenítésre fel. Pont ez volt kijelölve. Okay. Nagyszerű. Ez meg what the fuck? Ez most kinyitott? Nem, bezárt. Jó, akkor most már ki van nyitva. De vajon mi? Mi értelme volt ennek?
Ó, visszajöttünk az elejére. Jó, akkor már visszafelé kell menni. Igen. Ezt megnéztem, ezt a vízi hordót? Nem, 11 aranytallér. Effektek nélkül vagy. Effektek nélkül. Ezt hogy kell érteni? Ja, mármint, hogy így effektek nélkül. Tehát nincs ilyen bónusz aura, meg ilyesmi. Ah, itt van a feljárat egyébként. Igen, úgy. Uff, nem baj. Majd lesz úgyis egy nagyon nagy csata itt a végén. Mi egyszerre 20-an jönnek rám kb. Ott majd jól jön. Az a mana italokkal is kicsit gazdálkodni kell most már egy picit. Bár igaz, hogy itt vannak ezek a nagyok, úgyhogy ez meg 100-at tölt vissza. De hát azért be kell osztani, gyerekek. Ja, ákák. Na, itt be van zárva ez a fos talicska. Körbe kell menni teljes mértékben. Szóval lehet, hogy már csak egy 10 perc van hátra, aztán mehettek aludni. Nem tudom, ezzel lehet-e valamit csinálni, amúgy várjál csak. Nem hiszem. Amúgy ezt nem tudom, hogy ez micsoda, ez a widget. Úgy tűnik, hogy ez a tárgy nem e világi. Nem ehhez a világhoz tartozik. Nem ez fidget spinner, nem? Mi van? Semmi. Zárt ajtó. Gondoltam volna, nem lesz az olyan egyszerű. Még szerencsé, hogy van mini térkép. Come on. Ez milyen Potion of Keen Sight. Várjál, lore. Ucs. Azt mondja, hogy move silently, light armor. Hát ez Divination, ezt nyomja kettővel, úgyhogy ezt inkább hagyjuk így. Ja. Egy arisztokrata, úgy mondom. Ja? Racsoló, racsolva. Ja? No? Nagyon vicces. Szóval itt sincs semmi. Adtunk a szarnak egy pofont. De akkor hol nem voltunk? Még ott bal oldalon? Jó. Akkor elmegyünk arra. Hú, ez a 800x600-os felbontás. 5 sém. De úgy látom, hogy ez átlag 5-6-7 néző. Ez így megvan, még éjfélkor is. Jó tudni. Na, itt akkor felmegyünk. Ja, voltunk már itt, csak itt láttam valamit. Hogy itt erre még nem mentünk el. Oh, what a fuck. Poisonolva lettünk. Ez itt mi? Potion of Haste. Ezt ide rakom, ez legyen itt, meg ezt a kinsightot is majd be felvedeljük. Na, csak akkor izé azt akarom, hogy... Ej, pick, izé. Adj el ide magad. Mondtam a szőkének. Yes! Plusz 6 experience points.
Wow. Na. Detox. Jó. Detox. És akkor lore. Azt mondja, hogy Perception plusz 3. Perception Elemental 3. Jó. Armor rating. Hát igen. Yep. Jupp. Hát nagyon értelmes komment. Azt mondja, hogy itt egy fegyver izé van. És mi ez a kút? Van egy kötél, lelóg bele. Ú, anyádat. Flash rot. Új, a flash rotot elkaptam. Vaj, van itt egy ilyen szuper gyógyító ital. Aha, ezzel meg lehet gyógyítani. Lehet, hogy ezzel az itallal meg tudnám gyógyítani azt a partmenti fickót is. Mert próbáltam egy italt vinni neki, de az csak egy gyűrűs volt. Nem mindegy. Akkor hát ő már megrohad. És itt mindenképpen? Hm. Tehát úgy látszik, hogy... Akkor azt hagyjuk, ezt a kutat. Hol lehet vajon itt a továbbvezető... Ja! Anyád! Vagy nem? Elbújt. Aha. Na gyertek. Hadd csavarjam meg a melbimbóitokat. Úgy bizony. Jó. Na most itt azt mondja, hogy ezt akkor ki kell nyitni, úgy gondolom, hogy nem. Mind a kettőt be kell húzni, hogy kinyíljon, jó. Oké, és ez itt what the hell. 2500 tapasztalati pont. Ja, mert hogy igen. És most már csak ezzel egy küldetés van. És mi ez itt? Teleport? Ah, hát ha már itt vagyunk, akkor adjuk már el a cuccokat. Vagy ne? Vagy is minek? Ah, a francokat. Na, nem fogom húzni most az időt ezzel. Na, mi van itt? Erre itt be van zárva. Igen, ez úgy lesz, hogy nem is lehet kinyitni azt a kaput. Az a kaput, kaput. Na, jó, akkor nagy mentés. Mérgezés. It's a pain in the ass. Na nézzük. Igen, tudom, hogy meg vagyok mérgezve. I don't care. Végén még lehet szintet fogunk lépni. Nem valószínű amúgy. Összesen 30 szint van a játékon belül. Ennyi. Nincs itt semmi. Na, detox. Amit valaminek lennie kell. Something must be here, hidden. Ja,
nem is annyira eldugott, így marha nagy kar, meg kell húzni. Aztán lehet púzni. Egy izé. Na igen, ez már itt nagyon a vég. Erre emlékszek. Ez egy labirintus, kvázi. Au! Nézek itt körbe, mert lehet, hogy egy nyomógombokra kell ráállni, hogy kinyíljon a fő ajtó. Igen, itt az Zsák utca. Akkor menjünk a másik irányba. Én a mondó vagyok. Rálépett. Most már nem menjetek el szerintem, hogyha még eddig kibírtátok, mert most már tényleg mindjárt vége van. A heavy metal zenét nyomjatok fejben. A szoba közepén egy goblin áll, aki mintha már várt volna rád az érkezésedre egy ideje. Úgy tűnik a botjából ítélve, tehát a hát ilyen drága kővel kirakott botjából és a öltözködéséből ítélve, hogy mágiát tanulmányozhatja valószínűleg. Egy olyan tekintete, olyan arca van, ami hát félelmet kelt, feketék a szemei és szúrós a tekintete. Nagyon öregnek látszik egy goblinhoz képest, és a törékeny termete and his frail frame dismisses any threat. Tehát, hogy így ránézése nem tűnik veszélyesnek. Ami azt illeti, hogy a bölcsesség sugárzik árad a tekintetéből, és ez már-már arra sarkal, hogy megbízzál benne. Nincs szükség bemutatkozásra. Pontosan tudod, hogy ki ő? Ő Gramuk, a goblin sámán, akit hát fel kellett kutatnod. Amint megközelíted, beszélni kezd hozzád. Ember, gyere közelebb. Sok mindent kell megbeszélnünk. Mindenki dúdolja magában a Hammerfall-tól a Hearts on Fire-t. Igen. Azt mondja, hogy Gramuk, mit kell megbeszélnünk? Ember, figyeltelek téged. Tanulja voltam annak, hogy miket tettél, és tudom, hogy milyen küldetésben jársz el. Mielőtt bármi ostobaságot tennél, amit aztán később megbánsz, beszéljünk.
Biztosra veszem, hogy van egy megoldás, amiből mindketten előnyt kovácsolhatunk. Egy pillanatra figyelni fogok, de ne tégy semmi ostobaságot. Ember, hadd vezesselek be a dolgoknak a sűrűjébe. Te megpróbálsz Tyrmor egyedüli megmentőjévé avanzsálódni? Vagy csupán önmagadat akarod megmenteni? A különbség igen múlik minden. Miközben Gramuk beszél, egy aprócska kört rajzol a botjának a segítségével a márványkőre. Látod, ember, te igazából csak egy báb vagy. Erubor meggyőzött téged, hogy el kell pusztítanod engem, hogy a saját túlélésedet biztosítsd, de nem ez a helyzet. Őt nem érdekli, hogy veled mi lesz. Ő csak Shadowmurk és Tyrmor érdekli. Bármikor képes, hajlandó téged feláldozni annak reményében, hogy ezeket a földeket meg tudod menteni. Végtére is ő volt az, aki bolond módjára a Goblin teritoriumnak a központjába küldött téged. Igazából csak nekem köszönheted, hogy még itt állsz. És ez az én mindent felülbíráló, tehát hatalmas nagy áldozatkészségem, mármint hát ilyen nagy lelkűségem, hogy egy ajánlatot tegyek neked. Na most itt egyébként azt hiszem, hogy az van, hogy ha hagyjuk, hogy befejezze a mágiát, akkor legyőzhetetlen lesz és halottak vagyunk. Ugye elkezdett rajzolni a botjával, úgyhogy miket lehet itt mondani? Egy ajánlat? Hát vagy nézzük meg, hogy na, mit ajánl. Jó, akkor játsszuk végig a játékát. Egy ajánlat? Ez egy nagyon egyszerű ajánlat, ami azt illeti. Amit nyugodtan el is utasíthatsz. Nekem adod a Crux of Ages-t, és megengedem, hogy elhagyd a Citadellát biztonságban sértetlenül, annyi arannyal, ami egész hátralevő életedben kitart majd. Ezután el kell hagynod Tyrmort, és soha nem térhetsz vissza. Tyrmor goblin kézre fog kerülni teljes mértékben. Hogyha valaha visszatérsz Tyrmorra, akkor ellenségként fogunk rá tekinteni, úgy, mint minden más emberre. Gondolkodj el ezen, ember, tényleg annyira fontos neked ez a Tyrmor? Valóban feláldoznád magad azokért az emberekért, akiket igazából nem is ismersz? És egy olyan földért, egy olyan vidékért, amire nem is emlékszel? Most itt el lehet fogadni a ajánlatát, ami hát game overhez vezet, értelemszerűen. El lehet fogadni az ajánlatát, de nem adom át a Crux of Ages-t. Ez, azt hiszem, hogy ez egyik se jó megoldás. Eleget hallottam, meghalsz. Hát akkor ne késlekedjünk. Oké. Okay. Egy óriási nagy pók. Hú-hú! 2500 tapasztalati pont. Igen, itt a nagy pókkal kellett foglalkozni, mert ha a kicsiket legyűröm, akkor attól azokat újra tudja teremteni. Azt mondja, hogy az utolsó csapással a Dirachnidnak a teste darabokra törik, és... Igen, hát elpusztult. Egy ezüst kulcs.
Na csak megmérgeződtünk, úgyhogy akkor a detoxikálóba menjünk bele. Hát ez elég könnyű volt. Itt nem mondjak. Art of Proving. Igen, ráteszem a keresztára. Szintet léptünk, gyerekek. És most már nincs küldetésünk. Úgyhogy ez most már elméletileg a vége. De még talán nem lesz teljesen vége. Úgy emlékszek, hogy most kb. 20-an meg fognak támadni. Ez meg itt a király. Amint az öregember rád néz, a elméjéből a köd eltávozik, szerte foszlik. Maga köré néz, felméri a helyzetét, olyan, mintha egy szemkötőt vettek volna le róla. Kedves fiam, ki vagy te? A nevem Oscar. Oscar? Én Malcolm kancellárus vagyok. Sajnálom, eléggé össze vagyok zavarodva. Mint hogy most ébredtem volna fel egy nagyon hosszú álomból. A kancellárus körülnéz. És látod rajta, hogy folyamatosan nyeri vissza az emlékeit. Egyre tisztábban tud gondolkodni. Én emlékszem valamire az orákúrral kapcsolatban, de valahogy nem helyén való. Az orákúr nem tett semmit. Aztán hozzád fordul. A Crux of Ages vissza lett helyezve ide, nem igaz? Érzem a jelenlétét itt a Spire-ben. Fiam, te hoztad vissza? Igen, én voltam. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Nagyon sok kérdésem van, amit meg kell válaszolni. Azonban egy dologban biztos vagyok. Tyrmor emberei sok mindent köszönhetnek neked. Amíg a Crux hiányzott, akkor egy gonosz jelenlétet éreztem itt a Spire-ön belül. És valami távolról irányított engem, nem igazán emlékszem, hogy hogyan is történt ez az egész. De mintha a saját gondolataimnak nem lettem volna az ura. Nagyon sok mindent rosszul csináltam Tyrmor embereinek, nagyon sok mindent kell újraépítenünk. Na de ne is késlekedjünk, meg kell idéznem a Council-t, a tanácsot. Sok kérdést fogunk neked feltenni, Oscar. Remélem, hogy egy kis időt eltöltesz itt a Spire-ben. De biztosíthatnak, hogy kényelmesen fog telni ez az idő. Igen, minden happy. De aztán utána már nem beszélnek velem többet, szóval megköszönték, amit tettem, aztán leszartak, kb. Hivatalos történet az, hogy az orákúrt megfékeztük. Az embereknek így lett ez lett beadva. Szép lassan visszatért minden tájárborra, a régi kerékvágásba, stb. Blablabla, minden fasza. Baldur's Gate. Ja, 1-2. Nem játszottam még végig egyiket se, de végig fogom. Van hozzá már magyarítás is. Na hát ez volt, gyerekek. Igen, rosszul emlékeztem. A katonák akkor támadtak volna meg, hogyha a kancellárust megtámadtam volna. De minden esetre a legjobb befejezést sikerült elérnünk.
Úgyhogy remélem, hogy élveztétek. Én élveztem. Nagyon jó volt. Na, köszönöm szépen a figyelmet, én is megyek, már éjfél van. Úgyhogy a következő rész, nem tudom, szerintem lehet, hogy hétfőn lesz, és az már talán a penumbra lesz, ha minden igaz. Na, szép álmokat, köszönöm a figyelmet, sziasztok!